Tolna megyében már több mint fél évszázada igyekeznek a szakemberek lehetőséget biztosítani az ifjúsági és a felnőtt korosztálynak a népzene énekes és hangszeres bemutatására, a népdaléneklő szólisták és népzenei csoportok bemutatkozására, tudásuk megmérettetésére. Bogár István néptanító, népművelő még a 60-as években indított sárközi népdal éneklési versenyt. Az ő emlékére hívták életre a 90-es évek elején a Cinegemadár Tolna megyei népzenei versenyt. Ezt a Babits Mihály Kulturális Központ sok év kihagyás után tavaly újraindította, melynek mindjárt nagy sikere is volt. Nagyon sokan vannak, akik jönnek, akik szeretnek énekelni, és ez nagyon-nagyon fontos, mert az emberek életéből kiveszik az ének. Szóval azt tapasztalja az ember, hogy a gyerekek a családban nem tanulnak meg énekelni. Szóval nagyon-nagyon fontos és hasznos ez. Idén a versenyfelhívásra megyénk 26 településéről 30 egyéni énekes és 27 csoport jelentkezett, a kicsi gyerekektől az idősebbekig. A döntőbe bejutott legkiválóbb versenyzők pedig gálaműsort adtak a szekszárdi szüreti napok utolsó napján a Vármegye háza udvarán. Kivettem én a tanyába, helyre tyú-tyú-tyú, ráléptem egy kadarkára, helyre tyú-tyú-tyú, kadarkáról kadarkára, helyre tyú. Női és férfi dalkörök, hangszeres csoportok és egyéni énekesek is színpadra léptek, különböző válogatásokat előadva. A szerbiai Horgosról érkezett Tilinkó Luca például vajdasági népdalokkal készült. Jaj, de szépen ragyognak a csillagok, ha rád nézek, mindig szépre gondolok, azt gondolom, hogy a kedves Luca azt is elárulta, az alapvetően jó adottságokon és a zeneszereteten kívül mi kell még ahhoz, hogy ilyen ügyesen teljesítsen. Hetente megyek át a tanáromhoz énekórára, Csizmadi Annához, és mikor hazaérek, akkor anyumnak és apumnak eléneklem azt, amit megtanultam. Szorgalma ezúttal aranyminősítést ért, érdemes tehát megfogadni a tanácsait. Aki eleve szereti a népzenét, akkor próbáljon meg énekelni, még hogyha nem is annyira szép a hangja, de minél többet gyakoroljon, és egyszer sikerülni fog. Volt, akit a népviselet, másokat a népi hangszer öltöztetett a műsorszám alatt. A kiváló minősítést kapott Sióagárdi Citera zenekartól somogyi népdalcsokor összeállítást hallhatott a közönség. A formáció vezetője és a falu óvoda pedagógusa Horváth Andrea jóvoltából a Sióalgárdi gyerekek már az óvodában megismerkedhetnek a hangszerrel, ami sok szempontból hasznos a számukra. A citera hangszer az egy nagyon egyszerű népi hangszer, a gyerekeknek nagyon könnyen van sikerélményük, ezért nagyon gyorsan jutnak el a népzenei alapokhoz, és ezáltal gyorsan van olyan sikerélményük, ami segíti abban őket, hogy a csoportban, illetve a hangszer mellett maradjanak. Pedagógusként úgy érzem, hogy a zene mindenki, a népzene a mi gyökereink, a mi sajátunk, és ha tiszta forrásból válogatunk, akkor az ő gyökereik azok nagyon jól megerősödnek. A
Az együttes tagjainak elmondása szerint a közösségi élmény miatt is érdemes zenélni. A csoportunk 6 főből áll, 3 fiú, 3 lány. Igazából szombatonként ugye bár a citerázás, és néha-néha, ha olyan kedvünk van, összerúccanunk, és saját kedvünkre szoktunk citerázni, vagy esetleg elmegyünk túrázni, ami éppen kedvünk van. Én nagyon szeretek ebbe az együttesnek a tagja lenni. Hát egyrészt falun belül vagyunk, ezért ismeri mindenki egymást. Szóval egy iskolába is jártunk sok emberrel, vagy éppen egy osztályba. És hát ez egy pluszt ad még egy kapcsolaton belül, még egy témát, amiről tudunk beszélni. És még egy élményt, hogy együtt lehetünk, együtt zenélhetünk, és akár eljuthatunk fellépésekre is. Az ilyen versenyek is sokat jelenthetnek a zenekarok számára. Ez egyfajta visszacsatolás, hogy amit tesszünk, azt jól tesszük, és egy másfajta típusú élményt kapnak a gyerekek. Kevés lehetőségük van az, hogy arra, hogy ők színpadon szerepeljenek, így ezt a megmérettetést vagy élményt is megtapasztalhatják, és ezt jól tudják utána kamatoztatni a középiskolában, az egyetemeken. A gálaműsor idén 23 produkcióval zajlott, de jövőre újra próbálkozhatnak, akik kedvet éreznek. Köszönöm.